Az előbb viszketett a fülem, és így megvakartam, és eszembe jutott, hogy tudod, hogy a Pac-Man hangot hogy lehet a legjobban bedugod a füledet, így és így csinálsz. Pac-Man. Nem? Én ezt nem merem. Nincs meg? Ne az én hogy fülembe, a sajátomban. Minek nyúlkálok én a te füledbe? Srácok, nem kéne megkülönböztetni ezt a ti kültétek, nem mi kültétek. Mit csináltuk ti? Tökre nem. Belezavarodunk. Amúgy is most már nagyon nagy arányban van olyan, amit ti kültetek, és a legjobbakat nyilván mi találjuk. Nem, egyébként most annyira jókat kültetek, de három adásra való van. Úgyhogy szép sorjában próbálunk szerdán is csinálni műsor, de annyi minden van még itt nyáron, hogy nincs idő mindenre. Pörgünk, mint a rotolla. Úgyhogy hogy ez, egy rotolla? Ez tessék, a motolla volt, rotolla az a rotolla. Ja, az a rotoros motoros. Rotoros motolla, igen. Akkor ezt kérlek szépen, ezt te küldted, és én ezt most még nem láttam. Azt hiszem, akasztják a hóhért, tipikus esetek. Végre. Én ezt még nem láttam. Óriás create hamburger. Your taste. Várjál, megálltam. Azt láttad, amit az idióták azzal játszottak, hogy Amerikában van olyan meki, ahol egy érintőképernyőn le tudod adni a pontos rendelésedet. Itt is az történik egyébként. Csak ott meg azzal játszottak, hogy lehetne a lehető legdrágábban, a lehető legkisebb, legkevesebb hozzávalóval kérni egy hamburgert, és kértek olyan hamburgert, és a rendszer engedi, hogy egy darab lakasajt. Tehát, hogy egy olyan hamburgert kértek, amiben húsmentes, hagymamentes, majonézmentes hamburger megy, és egy darab lapkasajt, nem tudom, egy dollár vagy valami, szóval viszonylag drágán kaptuk. Legnagyobb puki. Tök jó. Itt mit kapunk? Ez végülis ugyanaz, hogy ugye automatában tudsz ilyen create your taste jelleggel csinálni saját hamburgert. 6-szoros, 7-szeres bacon, 10-szeres bacon. És mindenből lehet 10-ig elmenni. És ez a jó ember, ez végül is az összes menüpontban az összes hozzáadhatót hozzáadta, tehát mindenből 10. És ez meki-meki? Ez meki-meki, igen. Aha. Ott rakhatsz magadnak így össze. De szóval, tehát ugye akkor már rendes hamburgerből csinálok egy komolyat, de mekiből? Hát igen, pláne, hogy valami 64 dollárt fizetett azon az egy szendvicser, de hát ugye így ilyen ekkora lett így kb. Így nekem így nem jön be a mekinek az ízvilága, ami mondjuk nincs. Annyira nekem sem, de ez azért vicces. És ki fognak neki hozni egy ekkora óriás meg cuccot? Fogod látni. Én beletekerek, nem bírom ki. Nem mondod. Ez egy darab hamburger. De hát azt a nem, paradicsomot már külön hozták. Nem tudták összerakni. Rohadt cheaterek. Így tudjuk összerakni, de ő lesz annyira kitartó és össze fogja magának állítani. Igen. Úgy néz ki, mint egy nagy okádék egyébként. Meg amúgy maga az ember is elég okádék, de ez most igen. Mindegy. Na figyelj, itt össze van állítva. Jó, azért ezt a kis bacon halmot, ezt bacon azért meg tudom menni. Az jó, igen. Na tessék. Ez jó, remek találat. Ugye? Na, én megmutatok neked egy másik remek találatot, figyelj. A csávó egy kínai csávó, és nagyon valószínűleg kiszáradhatott, úgyhogy hidratál. Jézusom. Hol jön ki az oxigén? Az én dioxid. Ott jön ki az oxigén. De ez a megivott egy darab, hát legalább másfél literes, talán két literes. 1,25-ös. Most jön egy Sprite. Ez 2,5 liter eddig. Hát de mennyi? 3 másodperc alatt megvan vele? 5, talán a végén a habot már úgy kell benyomni. Jó, ezt nem nyeli, ez csak betölti. Igen. Óriás befi. De azt ugye tudjuk, hogy ez rendkívül egészségtelen így. Hát főleg ezzel a rengeteg szénsavval, meg egyebekkel. Igen. Szóval még rátol egy pár kisebbet, fél literes tesztoztam azt. Jézus már, még nincs vége a videónak. Kis kákabélű, vékony kis csávó. Atya úristen. Jó. 3 liternél. Ezek a franciák. Ezek teljesen hülyék. Tessék, reggel bejön, gyorsan lezárom a képernyőt, de nem azért zárom le, mert valami titkos dolgot néztem, hanem azért, hogy ne lássa a videót, amit majd megtudom. Erre mit mond? Na, te is kutyák ánuszát nézed. Kutya ánuszba turkászál, kora reggel. Ez egy úgynevezett doggy bag, de nem abban a kontextusban, hogy... Igen, ez nem a input doggy bag, ez az output így doggy van, bag. Így van, igen. Nem tudom, hogy kipróbálnám el a kutyámon. Egyrészt a kutyám az világ, szerintem a világ egyetlen olyan vizslája, aki képes menet közben kakálni. Tehát, hogy így Jézuska. Megáll, beáll a szokás kis görnyet pózba, nyom egy kicsit, és akkor elkezd tatyogni, és így nézi a világot, és megy közben 10 métert, mert őnek így most nincs ideje arra, hogy megálljon kakálni. De jó kis eszköz, nem? Nagyon tetszik, igen. Fölrakod a kis farkára. De ezt tuti bele fog találni? Nem. Szerintem nem. És mi van, amikor olyan nem, nagyon ezt a rottyantós, ezt az óriás folyós
Most ez tényleg muszáj, gyerekek, ez tényleg muszáj. Oh, és különböző színben is, hogy vízla kompatibilis legyen a színe. Jó, egyébként tök jó találmány. Figyelj, nekem két kutyám van otthon, azok naponta legalább kétszer nyomiznak. Igen. Egy része szerencsére ilyen, hogy is mondják ezt, a recycling módszerrel. Finik is csemegével oda megy, és néha megeszigeti. Nem, úgy csinálsz, mintha ti nem csinálná. Nem együtt vagyunk. Dió nem csinálja? Nem. Ő nem szereti? Nem szereti. Az enyém nagy gurmand. Igazi ínyenc ez a kutya. Olasz fagyigép. És tolja. Hátuljon ki, elől fogy. Na szóval... Fúj, ez nagyon nem odorító. Nem tudom, hogy ki tudnám-e próbálni. Én sem. Ezt meg már láttad, azt mondtad, hogy ez egy gyors kis 2 másodperces bevágás, szó szerint bevágás. Tehát, hogy ti is láttátok már. BAM! Nagyon nagyot kapnak, mert nem az van, hogy itt kap egy kilós valamivel, hát az ajtó ott az önmagában egy tonna. Ah, szegények. Szegények. És még jó, hogy a Facebook videó áron újra és újra lehet, szóval. Oh, megint. Nagyon úgy eldőlnek szegények, mint az, és meg nem mozdulnak. Meg nem mozdulnak, igen. Ott baj van. Na, evezzünk valami. Akkor ez most nem volt, nem, mégse volt vicces videó. Hát, így nézni vicces lenne, de igen. Csinálni fájna nagyon. Ez pedig Monster. Pont egyébként telibe találtad, mert röhögve megjegyeztem neked, hogy látok egy videót, éppen azt néztem. Igen? Hogy japán csóka, milyen vicces már, hogy Lamborghinivel driftel. És a japánok tényleg mindig japán. Ugye van is egy csomó tök jó japán autó erre. Igen. És akkor mondtad is, hogy ő az a fószerke. Daigo, ez az Daigo. Nézzetek meg, egy tök jó kis driftelős. Képzeld kicsit... el, hogy ez már az a Lambo, az egy körülbelül olyan 2 éves projekt, baromi sokáig építették, és ugye a drift autóknak, mint a versenyautóknak általában úgy sajátjuk, hogy ezek így nulláról készülnek, ki vannak pakolva, és ezt a Lambót is úgy csinálták, gyakorlatilag egy csővázas autó lett belőle, a felét levágták róla, mert ugye az túl nehéz volt. És építettek rá csővázat előre, meg hátra ilyen nyúlványok. És vicces, mert a Nismo meg ugye, az meg egy amerikai csávó nyomatja. Igen. Hát mert ők ugye ilyen egymás kultúrájába szerelmesek, mert a japánok is elég durván, ugye elég meghallgatni egy olyan japán embernek a beszédét, aki amúgy egy szót nem beszél angolul, tehát angolul nem tud kommunikálni, de igen. A beszéde az tele van angol szavakkal. Igen. A japánok egyébként is híresek, hogy nagyon sok angol-amerikai szót átvesznek és beépítik a nyelvbe. Igen, de érdekes módon tök kevesen beszélnek angolul. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon inkább ebbe az irányba eltolódott társadalom, de például nem tudom, ismered, de nyilván a Mighty Car Mods-ot, ezt a két ausztrál srácot. A Moog. Moog. Nagyon Moog. Sokszor mennek Japánba forgatni, és szinte állandóan tolmáccsal, mert nem beszél senki. Hát. Nagyon kevesen beszélnek. Nem lehet, hogy ők se beszélnek, azért ugye ők ausztrálok, tehát ők se beszélnek angolul, azért ezt nekik hozzá, hogy... Put an order shrimp on the barbie! It's gonna be awesome, man! Awesome, man! Awesome, man! Elképesztő, hogy beszélgetnek. De egyébként szóval, tök jó. Ha Ken Block videókat bírtad, akkor ezt is bírni fogod, de nagyon klassz urbanisztikus, ilyen gyártelepes környezetben két autó hajtanak, jó meg van csinálva. Menjünk a következőre, és most már jönnek olyanok is lassan, amiket ti küldtetek, bár... De azt hiszem, hogy ez már... Igen, ez... Filcsik Zsolt küldte, várjál, visszamegyek. Ez tök jó volt, hangerőt megint kapsz. Basszusgitár. De tettem basszusgitár, hanem gitár, és... Különböző hangerő hangokat. Azta. Poing. De milyen jó a poing. Brilliáns. Poing. Tekerek előre egy kicsit. Ez nagyon jó. Marha jó. Érdemes megnézni, majdnem 2 millióan látták már a videóját. Srác gitárral játssza el a Mario-t, de bolond, szerintem van neki még más cucca is. A következő megint Juhász előtt farkas. Nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon sokat küld nekünk. Én ezt nem hiszem el, még mindig nem hiszem el, hogy ez nem kamu. Mernél egy ilyenen menni a stadionban, nem tudom, 10-15 méter magasan? Biztos, hogy nem. Egy szaros drón. Ha leesik, mi van, ha ez a karma? Ja, tényleg. Hát biztos nem a GoPro gyártotta. Tudod, lehet, hogy DJI eszköz, mert azok viszont tényleg nagyon jók. Szóval nem tudom, hogy ez lehet, hogy... Nem tudom, lehet, hogy egy nagyon ügyes... DJI. Lehet, hogy egy nagyon ügyes... kamu videó. Szerintem kamu nyilván, de... Nagyon kamunak érzem még. Eleve az nagyon zavaró lenne, hogy iszonyatos ennek, ahhoz, hogy fölemeljen
Legalább 60 kiló egy ember, plusz a hozzátartozó eszköz. A nem tűnik kicsinek, én szerintem ez az egész így megvan egy 100 kiló együtt. Minimum 70-80 kiló. Az olyan szél kell, olyan gyerekek. Szél kéne, hogy legyen, és ráadásul vizes az aszfalt, meg a... Semmi a nem részt, látszik belőle, igen. Még a fűnél kéne, se. Úgyhogy szerintem ez egy kamu videó, de nagyon ügyesen megvan. Viszont emlékszel a robotika kiállításon, kint volt az a magyar drón, ami... nem picike, igen, de meglovagolható. És azzal lehet nem, nem, nem az kamu, hogy ezt ne lehetne megcsinálni, de hogy így ilyen könnyedén állsz egy ilyen vackon. Szerintem még azt is meg lehet, de itt tényleg az, az látszik rajta, hogy nem kell semmilyenféle szelet. Érdekes, és vihartarat. Pont azt akartam kérdezni, hogy ezt kipróbálnád, de most mielőtt még belemennénk ebbe a más következő videóba, hogy ezt kipróbálnád, hogyha lenne egy olyan drón, amire csak úgy rá lehetne állni, mint egy gördeszkára, vagy mint egy boosted boardra, és gyakorlatilag azon menni. Hát én a magasságtól azért valamennyire tartok, mint bármely normális ember, szerintem nem. Minden, tehát, ami 1,80 fölött van, az... Nagyjából igen, így is szédülök a betonon is. Szóval... Az azért van, mert paraszt vagy. Szóval szerintem van jövője ennek, csak nem ebben a formában. Tehát lesz személyszállító drón, de nem rá fogunk állni, és akkor nem, oda lesz egy szíj az, amit hanem... a francos gyorsan vigye, és csukd be a szemed, igen, előtte üssél ki, ha lehet. Még ablak se lesz rajta. Ja, külön izé pálinka adagolóval lesz. Nyugi, Lajoska, nyugi. Mert hogy ezt a videót pedig megint csak egy kedves nézőnk, ez kérlek szépen, ez a Tlentú. Egyre kevésbé tudom kimondani. Először tök jól ki tudtuk, de utána egyre kevésbé tudtuk kimondani. Kusoltasd el, léci. Elkusoltatom, így van, hogy már a felvételt ne zavarja. Tudjon vágni. Így van. Szóval kínaiak csináltak egy hatalmas nagy, hát ilyen Airbus vagy Boeing konkurencia méretű valamit. C919-es. Ez szerintem még csak egy picike, ez ilyen a 320-asnak az ellenfele. De akkor miért hívják 919-nek, ami több, mint a 777, meg a 747, ha pont meg azért. A... Biztos ez a szerencse számukat tervezőknek, mert ez egy viszonylag kicsi gép, ez 150 személyes körülbelül, 120-150 személyesnek tippelném. Inkább az benne a puki. Az benne tudtam, hogy ezt fogja mondani, mindig ezt mondja. Az benne a puki, hogy ugye nulláról van tervezve a Chinese által, és jó. Mondják, semmi bajom a kínai mérnökök mély, alapos és hiteles tudásával, de ez leesik. Ez fölmond a levegőben. Figyelj, egy kínai autó, az oké, elromlik a féke, motorja, bármilyen fölrobban, de félrehúzodom, kiszállok. De ez leesik. Ez leesik magasról, nagyot. Figyú, az az igazság, hogy azért ott van a telefonod. Tökre is megy. Hát a kurvára kínai. Jó, mert álljak meg ilyenek. Nagyon kínai. Az kínaiak tervezték, kínai telefon, kínai gyártmány, mi baj van, semmi. Megfogtál. Kezdik egy kicsit ezt ők így utolérni egyébként, mert kezdik visszaforgatni azt a töménytelen mennyiségű pénzt, amit azon, ezen a feszültségen keresnek, hogy meg a olcsó tudást, a munkaerő. Meg a tudást, hogy megtanulták azt a nagy gyártóktól, hogy kell gyártani, meg milyen gyártás, igen, technológiák vannak. Például ugye nemrég olvastam talán Jalopnikon, vagy valahol, hogy azt a gyárat, amiben a legelső Humvee-t gyártották Amerikába, azt most egy kínai cég vette meg, egy valami óriás nagy vízfejű cég, amiről még életemben nem hallottam, de hogy elektromos autót fognak benne gyártani, ami hát how ironic. Nagyon kicsi a kontraszt, igen. Igen, és ők például most egy olyan emberkét sikerült megnyerni maguknak, aki a Teslának a társalapítója volt. Aha. És úgy kezdenek el. Tehát tényleg fektetnek bele pénzt és energiát, hogy jó úton haladjanak. Ha már egyébként ilyen kis apró hír, én meg azt olvastam, hogy a Ducatit megvette. Na, milyen gyártó vette meg? Ezt már elmondtam neked. Hát gondolom, valami takony, valami, mi az valami? Itt a tacskó kormányosok, ugye? Ja. Amerikai? HD. Hát ez is mennyire röhelyes, mert egy igazi vérbeli olasz hörgő-zörgő tépő típusú motort, az igazi, az eredeti, és akkor egy nagy amerikai ilyen hulladékgyártó. Bocsánat, ezzel megint elvesztettünk néhány... Igen, de az az igazság, hogy készülünk egyébként majd az egyik cimborámhoz kilátogatni, aki ilyen betonteheneket egrecíroztat, szervizelés mellett nagyon komoly custom bike-okat épít belőle, és azért az újakra is azt mondja, hogy ez szar, ez műanyag, meg műanyag és elavult fémkeveréke.
Budai Lóránt küldte a következőt, és ez tök jól kapcsolódik is egyébként ez a gimkanalás cucchoz, mert az előbb ugye a Ken Blockot említettük, és hát ha valakit, akkor Ken Blockot ismeri mindenki szerintem. Igen, ez az ő kocsia. Ez az ő kocsia, kicsit kinyitett változatban, és én nem tudom, hogy ezek az RC-sek hogyan képesek ilyen pici szerkezettel, ennyire nagy sebességgel, és ilyen nagyon precíz mozdulatokat csinálni ilyen gyorsan. Nyilván össze van vágva a videó, de zseniális, zseniális drift meg gimkanál cuccokat csinálnak benne. Mennyire durva. Gyönyörű. Ügyes, nagyon ügyes. Majd a kis gésagolyót vagy. Gésagolyót, igen. És figyú. Na, hát a bemegy közéjük? Bemegy közéjük. Hogy megy be a traktor alá? Markológép. Milyen gumi van ezeken? Ezen gumi-gumi van? Mert szerintem talán azzal lehet csalni, hogy a tapadás azért le van csökkentve. Szerintem ezt motorerőből megoldják. Én vezettem, megnéztem ilyen nagyobbakat, nem ilyen picikéket. Igen, de hogy az a tudsz driftálni, szerintem azzal annyira gyorsan történne minden. Egyszer volt szerencsém majdnem megvásárolni egy ilyet, négy kerekeset, elektromos, tehát még csak nem is olyan nagyon durva volt. De még, a Baumax parkolóba sikerült volna annyi. Tehát ott egyszer próbáltam ki, és ott az annyira tapadt, hogy húztál egyet rajta, és már kim volt a látómezőből. Tehát szerintem az a driftelni nem lehet. Szerintem ez kemény, viszonylag valami kemény, jó, nyilván nem bakelitből van, de valami viszonylag kemény gumi. Ti láttatok ilyet? Tapisztatok ilyet? Milyen gumi van rajta? Nagyon kíváncsi lennék, írjátok meg, Deci. Ez pedig Kosta Zoltán küldése. Várjál, adok hangot, mert hidd el, hogy ez tényleg hang. Ez jó pofa. Látom, ez már ez hasonlókat, de tök jó pláne. Lehetett is kapni. Azt hiszem nekünk volt is, a gyerekek nyomták ilyen zongorán, csak tönkre ment nagyon hamar. Mert kínai volt. Biztos nem nálunk vetted. Nem. Biztos, hogy valami izé volt, AliExpress. A vége pedig Pap Angelus küldeménye. Na? Küldeménye. Újabb szó. Submissionje. Ez pedig, ez is tetszeni fog neked, mert ez is ilyen kis handcrafted, ilyen kis pücsökköz, mozolj, időt, pénzt, látod, energiát. Látod, szegény japánoknak meg beszólunk, hogy tele nyomják izével angol szavakkal a mondandójukat. Tessék, nézd meg, egy handcrafted. Csávó csinált egy PS3-at. Jaj, de édes. Egyem a szívét. És ha jól látom, akkor csinált hozzá egy dobozt is. Hát persze, miből vette volna ki? Ja, tényleg. Gyári csomagolású. És akkor itt van ez a videó, amiben szépen megmutatja, hogy hogyan csinálta. Kinyomtatott egy. És az is benne van, hogy miért? Az nincs. Nincs benne. Nincs. De nem hallgattam meg, csak végignézegettem. Gyönyörű tényleg. Hát ennek semmi. A végső állapot azért nem lesz annyira kidolgozott, főleg azénél. Ezt a habfóliát használja, hogy milyennek a pontos neve, tudod, ami nekünk is itt ez a habon. De ez nem olyan, ez szerintem keményebb. Keményebb, de az hasonló valami esetleg. Rongroform. Igen. Tehát tényleg bámulatos, hogy miket csinál velünk, mennyire aprólékos picikét, de a kontrollernél látod, hogy azért a felülete az anyagnak ugye nem, tehát annyira picike, hogy igen, hiába porózus maradt egy picit, igen. De nagyon szép, kis lukasztóval vágja a gombokat hozzá. Tudod, mit imádok nézni, ami legalább ilyen mesterkélt cucc, hogy rengeteg emberke ráállt, ilyen japán fa illesztéknek a reprodukciójára, és marha jó. Elhivatott. Sose gondoltam, hogy az ácsok ilyen elhivatottak. Igen. És külön óriás nagy community épült a különböző japán szerszámok köré, hogy akkor olyan fűrész, hogy az egyik oldal toló, a másik húzó, és akkor forgatni kell, és akkor és mi van? Múltkor láttam egy ilyen háncsolót, hogy ugye rengeteg nagyon vékony. Jaj, nagyon de szép. Tehát egy ilyen milliméternek a milliméterre, és így hántják papíra. Le a fáról, és milyen igen. Szép volt nézni is. Kommentáljátok, írjátok meg, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, meg küldjetek újakat. Ja, és nagyon várunk titeket szeretettel a műsorra. Hova? Mikor? Hát, hogy nézzétek a műsort, ja. Érted? Ide? Ide? De gyertek egyébként bármikor, Lódiba itt vagyunk, gyertek nyugodtan. Beintegettek, mi meg visszaintegettünk, ha itt vagyunk. Sziasztok! Sziasztok!